Nagyszerű őszi szezon produkált a megerősödött megyei első osztályban a Kemecse, amely a listavezető Nagykállótól egy ponttal lemaradva a második helyen terel a tabellán. A Magyar Kupában is helyt állt az Ádámszky Róbert játékos edző által irányított együttes, csak az élvonalbeli Honvéd állította meg feketéjéket. A Kemecse az elmúlt héten kezdte el a felkészülést, a csapat a nyírbátori műfüves torna meccsei mellett több edzőmérkőzést is játszik a tavaszi rajtig. Szerencsére már be vagyunk táblázva, körülményekhez képest én úgy gondolom sikerült kellő mennyiségi edzőmeccset lekötni, ilyen műfűes pályán tudunk játszani. A többi részmény vagy pályára nálunk sajnos nem lehet menni, futással tudjuk megoldani, sajnos ez a magyar valóság. A játékos keretben nem várható nagy mozgás, de az ősszel rúgott 40 gól ellenére a támadó szekciót mindenképpen szeretnék megerősíteni Kemecsén. Első 5 hely volt meghatározva, amit nem szeretnénk lejjebb adni, egy ponttal vagyunk az első helytől, ugyanakkor szem előtt kell tartanunk is a Magyar Kupa szereplést, ott egy döntőbe jutásért fogunk játszani egy mérkőzést, ami úgy gondolom nagy presztízzel vív, megpróbálunk mind a két helyen helyt állni. Ha az időjárás is úgy akarja, a megyei első osztályban március 8-án rajtul a tavaszi szezon, mégpedig rögtön rangadóval, mivel a Kemecse a nyitófordulóban a listavezető Nagykálló otthonában lép majd pályára.